Spanyol zeneszerző darabját adja elő a Tolnai Ifjúsági Fúvó Zenekar decemberben, melynek lázas előkészületei már megkezdődtek. A közös együttműködés az úgy jött Andrés Álvarezzel, hogy tavaly voltunk Valenciában a Fúvó Zenekarral egy zenekari versenyen, és a versenyt követően megkeresett, hogy szeretne velünk együtt dolgozni, és akkor elkezdtünk ötletelni, hogy milyen tematikában alkossunk közösen egy darabot, és mindenképpen magyar vonatkozású művet szeretett volna készíteni. És hát hosszas keresgélés után a Mátyás királytól István király, meg mindenféle történelmi személyeken át jutottunk el oda, hogy egy ilyen sámánisztikus darab fog készülni a Táltos címmel. A bemutatóra a Tolnai Kulturális Központba kerül sor, amit a világon először itt hallhat majd a közönség. December 9-én, hát most már hagyományosan megrendezzük a zenekar adventi hangversenyét, és itt fogjuk bemutatni a művet. A koncerten olyan különleges hangszerek is helyet kapnak, mint a sámán dobok, amik a keretes dobok kategóriájába tartoznak. Körülbelül 50-en leszünk, de írt a zeneszerző bele csellókat is, meg bőgöt, úgyhogy kell pár vonós kisegítőt is hívnunk a darabhoz. És ami nagy különlegessége, hogy táltos dobokon fogunk játszani, ami egy külön problémát okoz, hiszen ezeket elvileg tűz mellett kell melegíteni ahhoz, hogy úgy szóljanak, ahogy kell. Ezeknek a különleges doboknak a beszerzése sem könnyű feladat, ám Tari Gergelyéknél szerencsére ez is könnyen megoldódott. Én beszéltem a Kecskeméti Hangszermúzeumnak a tulajdonosával, hogy honnan tudnánk ilyeneket szerezni, meg így elkezdtem kutakodni, és kiderült, hogy a feleségemnek van fönn a padláson 3 darab, úgyhogy viszonylag gyorsan sikerült beszerezni. Az előadás előtti izgalmakat csak fokozza, hogy a világpremiéren maga a zeneszerző személyesen fog megjelenni.